Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén. Én Farkas Névet vagyok, a PPH egyik vezetője. Én Farkas Tibor vagyok, a PPA másik vezetője, egyik vezetője, Ivett párja. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymás kortól nemtől függetlenül. Egy pár szót szólnék magamról. Én Porcsalmáról érkeztem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből férjemmel, két kisgyermekünk van. A PPH előtti foglalkozásom, gyógyszertári asszisztensként dolgoztam, mára viszont már a PPH a fő tevékenységünk mindkettőnknek. Mi azért kezdtünk el itt tanulni a Nyílt Akadémiánál, mert éreztük azt, hogy nem tudtuk még akkor, mikor elkezdtük, hogy mi vár ránk, de valahol belül éreztük azt, hogy ez kell nekünk, ez nagyon jó lesz nekünk. És ugye az évek során folyamatosan meggyőződtünk arról, hogy nagyon jó választás volt itt elkezdeni a képzésünket, a képzést, amivel ugye fejlődni tudunk folyamatosan, természetesen minél jobb, pozitívabb irányba. És nagyon-nagyon sok csodálatos emberrel megismerkedtünk, amióta itt tanulunk a PPH-nál. És nagyon-nagyon gyökeres változásokon, személyiség fejlődésen mentünk keresztül mindketten, amiről még egy talán másfél-két éve nem is gondoltam, hogy én valaha tudok olyat, vagy tudok olyan lenni, azt már most megtapasztaltam. Mert olyan tudást, olyan módszereket kapunk Szedlacsik Miklóstól, hogy sehol máshol eddig ilyen ről még csak nem is hallottunk, és nincs is, ebben biztosak vagyunk. Nem tudtuk, hogy mit nem tudunk, mielőtt idejöttünk. Igen, és hát ez, hogy folyamatosan meggyőződünk arról, hogy a legjobb helyen vagyunk, és nyilván nem csak azért vagyunk itt, hogy változzunk, vagy önmagunkat változtassuk, hanem van egy közös célunk az egész PPH szervezetnek, és az az, hogy minél előbb egy olyan világot hozzunk létre, ahol végre szeretetben, békében és boldogságban élhetünk. Elnyomásmentesen. Igen. Mert itt már, ami ebben a világban van, ez már... Ezt már nehéz feldolgozni egy ilyen közösség nélkül, mint amilyenek mi vagyunk. Ennyit szeretem. A PPA előtti foglalkozásom informatikus volt, mára viszont a PPA tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Én is ugye Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből Porcsalmáról érkeztem a párommal. A családi helyzetünk házas, van kettő kisgyerekünk. Miért kezdtem el a Nyílt Akadémián tanulni? Azért, mert az első előadás megtekintése közben nagyon megtetszett az, hogy itt egy helyen megkaphatok minden tudást és módszert, ami az életem területein használható, tehát a hétköznapi életben használható. Ezt máshol nem, tehát más ilyen helyen vagy más ilyen lehetőséggel soha nem találkoztam, és felismertem azt, hogy itt vannak, vagy lehetnek olyan tudások, képzések,
amelyeket máshol nem tanítanak, vagy nem úgy tanítanak, mint itt. Tehát egy csomó eltitkolt tudás, ami itt kiemelten van tanítva. Az is nagyon megtetszett, hogy itt van egy egyre nagyobb szeretett közösség, ami az embernek a hangulatát, hogyha valaki ugye rendszeresen közöttünk van, akkor garantáltan a hangulata nem lefele fog menni, hanem felfele, ami a mai világban egy óriási kincs, tehát egy felbecsületetlenül értékes dolog. Aztán nagyon megtetszett az, hogy itt van egy olyan eszme, hogy aranykor, tehát a szeretet, béke, boldogság kora, és én ehhez az eszméhez szerettem volna csatlakozni, mondhatni, hogy nem szerettem volna kimaradni egy ilyen történelmi dologból, amit ugye itt létre fogunk hozni közösen. A képzések által jobban tudok bánni önmagammal, a párommal, ami egy óriási sikerélmény, hogy tehát a párkapcsolatunk egyre jobb, és ha nem tanulnánk itt, akkor hát valószínűleg nem biztos, hogy együtt lennénk még mindig. Ezt szerintem nyugodtan mondhatom. Én sokkal jobban tudok bánni a gyerekeinkkel, a szülőmmel és a többi emberrel, ami azt eredményezi, hogy a hangulatom az nem lefele megy, hanem felfele. És jobban meg tudom tartani a jó hangulatomat. És azt tapasztalom, rendszeresen tapasztaljuk a párommal, hogy amikor olyan közösségben vagyunk, ahol nem itt tanulók vannak, hanem teljesen más közösség, tehát ahol több ember van, és akik ugye nem tanulnak itt, akkor ott ugye ott van az elnyomás, és nem érezzük magunkat már jól olyan közösségben, csak itt érezzük magunkat jól a PPA-sok között. Tehát ti köztetek érezzük magunkat jól, és ez egy felbecsülhetetlenül értékes dolog a mai világban. És azt tapasztaljuk, hogy mikor elkezdtük a képzéseket 2017-ben, 5 éve, több mint 5 éve, már akkor is nagy volt a szakadék az itt tanulók és a többi ember között, beleértve azokat is, akiknek már volt valamilyen előképzettsége vagy nyitottsága. Viszont 2020-tól azt tapasztaljuk, hogy a szakadék az itt tanulók és a nem itt tanulók között hát látványosan nő. Látványosan nő, ezért ma már én azt látom, mi már azt látjuk, hogy gyakorlatilag létkérdés az, hogy valaki elkezdi-e a képzését itt a PPA Akadémiánál, vagy megmarad azon a szinten, és amit én garantálok, hogy nem fog megmaradni azon a szinten, hanem vissza fog csúszni, mégpedig látványosan vissza fog csúszni. A múltkorában volt egy olyan dolog, hogy hát könyvelőt kerestünk, és ugye könyvelőkkel beszélgettünk, és akkor szembesültünk azzal, hogy leültünk beszélgetni egy könyvelővel, hogy tehát olyan szinten leúzták a jelen pillanatban ezek a szabályváltozások, ezek a kata, meg egyéb dolgok, amikkel szembesülnek a könyvelőt, hogy azt mondtuk, hogy na jó, hát akkor keressünk egy másik könyvelőt, mert ugye tehát nem szeretnénk olyan emberrel együttműködni, aki nem akarja magát képezni, minimális szinten se, és nyilván sok minden más következménye van annak, hogyha valaki nem képzi magát. Tehát szembesültünk azzal, és napi szinten szembesülünk szinte, hogy mennyire nem mindegy az, hogy valaki ide jön, és itt folytatja a képzéseket, és nyilván az, hogy nem hagyja abba, tehát ez is fontos, hogy ne hagyja abba. És aki nincs itt, aki nem tanulja ezeket a dolgokat, az olyan szinten csúszik lefele, kapja ugye a különböző elnyomásokat a környezetéből, vagy a éppenséggel a kormánytól, vagy bárhonnan. Olyan szinten csúsznak le az emberek, hogy egyszerűen nem lesz nekik más választásuk, mint az, hogy ide jöjjenek hozzánk, mint egy megmentő, utolsó esély, és itt elkezdik a képzéseket, és a hangulatuk kezdjen emelkedni. Tehát mi vagyunk az emberiség megmentői. Ezt így nyugodtan kimerem jelenteni. 5,5 éve vagyunk itt. Lehet, hogy ezek nagy szavak egyes embereknek, de
nekünk nem nagy szavak, mert akik itt vannak, azok meg tudják tapasztalni, és meg tudják ezt erősíteni, hogy az tényleg így van. És azt tanácsolom, aki esetleg még gondolkodik azon, hogy ide jöjjön, elkezdje-e a képzést, hogy Facebookon keressen, vagy keressél magadnak egy szimpatikus embert, egy PPH-s szervezet vagy tanulót, és vedd fel vele a kapcsolatot egész nyugodtan, segíteni fog neked abban, hogy ide tudjál jönni, és el tud kezdeni a képzésedet. És garantálom neked, hogy meg fogja az életedet változtatni pozitív irányba, olyan szinten, amire még álmodban sem gondoltál volna. Így van. Igen, szoktuk azt mondani otthon, meg nem csak otthon egymás közt, hogy nekünk a PPH az egyik létszükségletünk. És már el sem tudjuk képzelni az életünket, anélkül, hogy itt rendszeresen járnánk ugye a képzésekre, vagy interneten hallgatnánk képzéseket. Igen. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan vezető, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy még miben egyedülálló a mi vezetőnk, arra jutunk, hogy... A vezetésével 4 területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. A vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Vezetőnk életküldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócs, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Remélem mindenki jól hall, jól lát. Kezdjünk akkor hozzá. Nézzük meg, hogy mit is csinálunk. De van itt előtte egy gondolat. Foglalkozzunk ezzel egy kicsit. Mert ugye itt elsősorban a díjmentes részben nem a tanulókhoz szólok, elnézést, hanem a jelöltekhez, a tanuló jelöltekhez, illetve hát azokhoz, akik még nem tanulók, és még nem is regisztráltak itt nálunk, csak egyszerűen nézegetik a videóimat. Hogy lehet, hogy van egy téves nézeted, mert ugye én azt látom, hogy nagyon sok ember azt hiszi, hogy az ő saját túlélése, vagy a családja túlélése, illetve a minél több pénzköltés miatt élünk. Tehát a túléléshez tartozik a saját gyerek megszületése, felnevelése. Hát ha megnézed, akkor az a családod túlélése, tehát magyarul a te neved, a te családod túlél. És azt gondolják, hogy az emberiség az azért létezik itt a Földön, hogy ezt a küldetést beteljesítse, hogy minél többen legyünk, és hát ennyi. Na most gondold végig, hogy ebből a minél többen legyünk kell, mi a probléma.
Hát ez a Föld korlátlan mennyiségű embert nem tud eltartani. Tehát ez a minél többen legyünk, ez már is ebben a helyzetben meg is dőlt, mert korlátlan mennyiségű embert nem képes eltartani. Akkor ugye nézzük azt a kérdést, hogy túléljünk. Hát az embernek van egy alapvető ösztöne, meg minden élőlénynek van egy alapvető ösztöne, többek közt az embernek is, úgy lehetne mondani, hogy többek közt az embernek is. Az, hogy túl akar élni, és minél tovább túl akar élni. Bár nagyon érdekes, mert az embernek van egy hangulata, és ez a hangulat nagyon leromlik, akkor hajlamossá válik az öngyilkosságra. Hát a növények azok nem nagyon szoktak öngyilkosok lenni. És az állatoknál is csak ritkán fordul elő, és ott is csak az ilyen értelmesebb állatoknál fordul elő az, hogy ilyen öngyilkossági hajlama van. Tudod, még hallottál már ilyeneket, hogy bálnák olyan partra úsztak, ahol tudták, hogy megfeneklenek, és ott pusztultak el. Tehát ugye azok értelmesebbek a bálnák. Tehát sokkal értelmesebb, mint mondjuk egy egér. Szóval lényeg az, hogy általában az emberre nem, vagy az állatokra nem jellemző, hogy öngyilkos legyen, de az ember mégis hajlamos arra, hogy túlélés ellenes cselekedeteket műveljen, sőt, olyan formában is, hogy akár nem öngyilkossági hajlam, hanem tudatosan. Csak mondok egy példát, hát nem tudom, ma reggel ránéztek-e a magyarországi égre. Legalábbis én Budapest fölött néztem az eget, és tele volt chemtrail-lel. Tel is tele. Tehát felhők olyanok nincsenek, hogy nyílegyenes felhők, érted? Olyan nem léteznek. Tehát nyílegyenes felhők nincsenek. Tehát a felhők azok mindig ilyen, mint a hab, olyan tudod, ilyen mindenféle formájú. De ha megnézted reggel az eget, a kék ég, az tele volt ilyen halvány, nyílegyenes, ilyen felhőszerű párával. Na most azt ugye tudjuk, hogy repülőkből bocsátják ki, és tudjuk azt, hogy ez valami alumínium származék, azt is tudni illik, hogy az alumínium az pedig kifejezetten káros. Ha az ember mondjuk belélegzi, vagy a bőrön keresztül esetleg felszívódik annak a tartalma, ugye tudjuk jól, hogy a bőrön keresztül felszívódhat az aranyékszered tartalma is valamennyire, nyilván az ezüst is felszívódik, fémek, tehát a réz, tehát egy csomó minden, tehát tudjuk azt, hogy a krémek felszívódnak, tehát egy csomó olyan dolog van, ami a bőrön keresztül felszívódik, és hogyha mondjuk az égen olyan vegyületek vannak, amit esetleg az eső lehoz, vagy magától, a fajsúlyától előbb-utóbb leesik, akkor az nem elég, hogy az ember belélegezheti, hát a bőrön keresztül fel tud szívódni. Tehát ugye például nem tudom, tudjátok-e, hogy részkilincset miért használtak régen az emberek, mert azzal, hogy megfogták a kilincset, azzal a réz maga felszívódott a bőrön keresztül. Mérettek például ezüst étkészletekkel, kanállal, villával, mert az ezüst maga felszívódik azzal, hogy beveszi az ember a szájába. A gazdagok miért éltek tovább, mint a szegények, mert ők arany étkészlettel ettek, és az arany is felszívódik az ember szervezetébe, és az aranynak élethosszabbító hatása van. Ezért nem tudom, tudjátok-e, hogy az arany az fogy a bolygóról,
az rengeteg aranyat kitermeltek a bolygón, és közel nincs annyi arany, mint amennyit kitermeltek. Tehát itt évezredek óta aranyat termelnek az emberek, sőt, egyik fajt kifejezetten arra hozták létre, hogy aranyat termeljen, és hát az a rengeteg arany, amit kitermeltek a Földről, hiányzik. Egy része van csak meg a Földön, gyakorlatilag nincs meg. Elkerült a Földről, elvitték a Földről, mert az élő szervezetre, tehát az élő szervezetre, ugye rezgés emelő hatása van az aranynak, élethosszabbító hatása van ezáltal, hogy emeli a rezgését az élő szervezetnek. És lényeg az, hogy gondoljátok végig, hogy ugye egy olyan világban élünk, ahol az emberek azt gondolják, hogy az a fontos, hogy túléljünk, vagy ugye mikor rájöttek az emberek arra, hogy nem azon keresztül kellene túlélni, hogy minél több gyerek legyen, hát akkor meg ugye az lett, hogy hát költsünk minél több pénzt. Tehát évezredeken keresztül ugye az volt a túlélés, hogy minél több gyerek, a túlélés meg most azt jelenti, hogy minél több pénzköltés. Tehát ugye a pénz senki nem tudja vinni a sírjába, ezért ugye mit csinálnak az emberek a pénzzel? Hát elköltik, nem? Vagy van, aki esetleg megörököltetni a gyerekével, de ez a ritkábbik eset, hanem általában az emberek elköltik a pénzt. És azt gondolják a fejlett társadalomban az emberiség nagy része, ugye a nyugati társadalomra mondjuk ezt, meg most már egyre inkább a keletire is, hogy fejlett társadalom, és mit gondolnak az emberek a fejlett társadalomban, hogy minél több pénzzel kell rendelkezni, hogy költsünk. Tehát azzal semmi gond nincs, hogy az ember rendelkezzen pénzzel. De mennyi pénzzel kell rendelkezni? Hát elég pénzzel, nem? Tehát elég pénzzel. Tehát az igényeit kielégítő pénzmennyiség. Tehát a pénzzel nem tudunk kezdeni semmit. A pénz az egy csereeszköz. Miért a pénzt meg tudod enni? Hát meg tudod enni, csak nem biztos, hogy hasznos lenne a szervezet számára, nem? A pénzzel tudsz öltözködni, tehát úgy értve, hogy ruhaként használhatod a pénzet? Nem, tehát arra se jó. A pénzbe tudsz lakni? Arra se jó, tehát ha jobban végig gondolod, a pénz az egy csereeszköz, ami azt jelenti, hogy elcseréled a pénzedet mondjuk. Élelmiszerre elcseréled a pénzedet mondjuk. Ruhára elcseréled a pénzedet házra vagy lakásra, érted? Tehát az egy csereeszköz, semmi más. De ha megnézed, ugye igény, tehát hogy elköltik az emberek, tehát van az embernek a szükséglete, és van az igénye, ez két különböző dolog. Az igény és a szükséglet. Az igény az a gondolatok szüleménye, a szükséglet az pedig például abból származik, hogy fázol, vagy meleged van, érted? Éhes vagy nem éhes vagy, szóval ezekhez kapcsolódik a szükséglet. Tehát szükséglet az, hogy tudjál védekezni a hideg ellen, a meleg ellen, az éhség ellen. Tehát bizonyos dolgok ellen tudjál védekezni, ezért ugye ami szükséglet, az mindig védekezési szempontot takart. Ezt akár írjátok fel, hogy tisztában legyetek ezzel a dologgal, mert ezt érdemes felírni, hogy addig szükséglet, ameddig a védekezésedet szolgálja. Világos ez? Amikor már nem kell védekezned, hanem mi van a védekezés fölött, tehát már
biztonságba érzed magad. Tehát ha egy ember biztonságba érzi magát, akkor onnantól kezdve a védekezése már nem érdekes, mert már meg tudja magát védeni, mert biztonságban van, világos ez? Onnantól ez már nem szükséglet, a pénzkérdés, hanem igény kérdés. Ez elég világos volt? Csak azért, mert ez nagyon fontos, hogy addig szükséglet, míg védekezned kell, érted? Tehát míg védekezési célra kell neked a pénz, tehát megvéd magad a hidegtől, melegtől, ettől, attól, amattól, valakinek, mit tudom én. Félelemérzete van avval, hogy nincs elég biztonságban, akkor beszereltet mondjuk riasztót, stb. Stb. Van akinek, mit tudom én, testőrökre vannak szüksége azért, hogy biztonságban érezze magát, akkor meg kell fizetni a testőrt. Neki az a szükséglete, tehát ott ér véget, még egyszer mondom, a szükséglet, ahol befejeződik a védekezés. Tehát magyarul az illető már biztonságba érzi magát. Érthető ez? Jó? Na most, minden, ami a szükségleten felül van, az, tehát a biztonság elérése után van, az igény. Az igény pedig úgy működik, hogy neveltetés kérdése az igény. Egy az egybe neveltetés kérdése. Tehát valaki olyan családba születik, ahol nagyon nagyok az igények, ezt a mintát látja, tehát ez nevelődik belé, és onnantól kezdve ő felnőttként is olyan életszínvonalon akar élni, mint amilyen életszínvonalat biztosítottak neki a szülei. Világos ez? Tehát mivel neveltetés kérdése az igény, ezért rájöttek arra a fogyasztói társadalomban, hogy a lakosságot ha átnevelik, akkor megnő az igényük. Világos ez? Hogyan tudták ezt megcsinálni, hogyan tudják ezt megcsinálni? A médián keresztül. Tehát a médián keresztül igény növekedést idéznek elő az emberekben. Pedig az emberek egy alacsonyabb igényszinten élnek, jóval alacsonyabb igényszinten, de elkezdenek vágyni arra a magasabb igényszintre. Érthető ez? Na most arra is rájöttek, hogy az emberben vágyak vannak, és a vágyak az nem tudatos eredetű, hanem ösztönös eredetű. És ha elkezdik fokozni az embereknél a vágyakat, akkor ezzel fokozzák az igényüket. És ha egy embernek megnövelik az igényét, akkor többet fog költeni. De ahhoz, hogy többet költsön, több pénzt kell keresnie. Ehhez az igényhez kialakították azt, hogy elérték, elérik, hogy az emberek ne önállóak legyenek. Ami azt jelenti, hogy régen például Magyarország lakosságának a 80%-a a háború előtt, a második világháború előtt, a mai értelemben vett vállalkozó volt. Ami azt jelenti, hogy vagy saját boltja volt, vagy saját kis üzlete volt, vagy saját állattenyésztése volt, vagy saját földművelése volt, vagy akár több is együtt a földművelés meg az állattartás, stb. Stb. Tehát lényeg az, hogy a mai értelemben vett saját vállalkozása volt. Elérték az embereknél, hogy ne legyen saját vállalkozásuk, tartsanak a saját vállalkozástól, és alkalmazottakká váljanak. Ezt az oktatási rendszer révén kezdték elérni. Miért? Hogy tudták az oktatási rendszeren keresztül elérni? Nagyon egyszerű. Úgy, hogy kötelező lett az iskolai képzés, és onnantól kezdve a gyerek az iskolában a tanárokkal több időt töltött el,
mint a szüleivel. Tehát a gyerekek, ha megnézed, nem töltenek el annyi időt hetente a szüleikkel, mint a tanárokkal. A tanárok, mivel eleve alkalmazottakként működnek, és nem vállalkozóként tanárok a tanárok, eleve ugye mit fognak tanítani? Azt fogják tanítani, hogy legyél jó alkalmazott. Oké? Okay? Mert akkor lesz jó fizetésed. Tehát minél többet tanulsz, annál jobb alkalmazott tudsz majd lenni, és annál többet fogsz keresni. Nehogy már nekem valaki azt mondja, hogy az ő tanárai nem ezt tanították, és azt tanították, hogy legyél vállalkozó. Tehát a gyerekre az hat leginkább, ami a legtöbb, akikkel a legtöbbet van. Ha a szülőkkel van a legtöbbet, akkor a szülői hatás a legnagyobb. De ha a tanárokkal van a legtöbbet, akkor a tanárok hatása nagyobb, mint a szülők hatása. Világos ez? És a világon mindenhol megfigyelhető, ahol bevezették a kötelező oktatást, ott mindenütt elindult az alkalmazotti létforma, és ott hagyták azt a gyerekek, a szülők vállalkozási formáját. Mindenütt, és ami azt jelenti, hogy onnantól, mikor a szülők kihaltak, azok a vállalkozási formák megszűntek. És ugyanez volt Magyarországon, nézd meg. És most ugyanez zajlik le például Indiában. Ugyanez zajlik le. Bevezették a kötelező oktatást ott is, és a gyerekek tömegesen nem akarják követni a szülők vállalkozási működését, hanem vonulnak be a városokba, alkalmazottak lesznek, a vállalkozások mennek tönkre, és onnantól kezdve, ha valaki vállalkozó, akkor, vagyis alkalmazott, onnantól kezdve már csak azt kell csinálnia az emberekkel, a hatalomnak, hogy illetve hát a fogyasztói társadalom műveli ezt, ugye, most, ha nagyon finoman akarok fogalmazni, akkor egyszerűen azt csinálják, hogy a médián keresztül felkeltik az igényeket, az embereknek megnő az igényük, de ha az igényük megnő, akkor nem az a jó, ha mondjuk lopnak, és úgy elégítik ki az igényeiket, hanem úgy, hogy dolgozzanak. És akkor elérik az embereknél, hogy minél többet dolgozzanak az igényeik kielégítésére, de ha minél többet dolgozik az ember, annál inkább alkalmazottként minél többet dolgozik, annál inkább eladja a lelkét. Oké? Okay? De ez nem csak az alkalmazottra igaz, hanem egy vállalkozó is ugyanígy működik, hogyha egy vállalkozó minél több pénzt akar keresni, annál többet fog dolgozni. Minél többet dolgozik, annál inkább eladja a lelkét. De miért? Nagyon egyszerű, azért, mert van nekünk egy lelkünk, amelynek egy dolga van itt az életünkben, az, hogy fejlődjön. Most gondold végig egy lélek, mi a fészkes fenét fejlődik az ugyanolyan, nap mint nap ugyanolyan tevékenységekből. Tudod, mit fejlődik? Semmit. Az ég adta világon semmit nem fejlődik. Világos ez? Ahhoz, hogy egy lélek fejlődjön, új és új és új és új dolgokat kell megélni. Ha te ezt nem érted meg, hód, hülye vagy. Nem tudok más mondani. Hát
akinek nem inge, nem veszi magára. Akinek meg inge, öltözködjön. Tehát lényeg az, hogy azt értsd meg a saját érdekedben mondom. Hogy azáltal, hogy ugyanazt csinálod nap, mint nap, semmit nem tudsz fejlődni. Semmit. Gondold végig, az ember abból tud tanulni, amit új dolgot megél. Érted? Ha mindig ugyanazt éled meg, mit tanulsz belőle? Semmit. Semmit. Még ha úgy van, hogy hetente ugyanazt csinálod, érted? És akkor is, mit tanulsz belőle? Semmit. Tehát az embernek új és új dolgot kell ahhoz megélni, hogy tapasztalatot tudjon leszűrni belőle, és tudássá tudja átalakítani a tapasztalatot. Érted? Tehát ez a fő probléma, hogy azáltal, hogy van egy túlélési ösztöne az embernek, azáltal, hogy van egy vágyakozása az embernek, azáltal, hogy az embernek van egy igénye, ha ugye az növelhető, teljesen az embert meg lehet bolondítani ezekkel. Szó szerint. Ami azt jelenti, a megbolondítás, hogy azt fogja hajszolni egész életében, amit úgy hívnak, hogy pénz. Érted? Mert azt gondolja, hogy a pénzzel élvezeteket vásárolhat meg. Na most, de az élvezeteknek egy problémája van. Az, hogy az nem folyamatos, és mindig pénzbe kerül. Tehát mit értek azon, hogy értsed, hogy nem folyamatos? Hogy addig élvezed, ameddig benne vagy. Érted? Az élvezeteket addig élvezed, amíg benne vagy. De minden elmúlik, minden mulandó, van, ami rövidebb idő alatt múlik el, van, ami hosszabb idő alatt múlik el. De minden mulandó. És az élvezet csak addig tart, ameddig el nem múlik. És utána megint pénzt kell kiadni az újabb élvezetért. Utána az megint mulandó, majd megint pénzt kell kiadni az újabb élvezetért. Ezt tudod micsoda? Ezt úgy hívják, hogy mókuskerék. Hogy mindig ugyanoda térsz vissza. Nincs benne új. Gondold végig, ugyanaz. Élvezet, mulandóság. És megint fizetsz érte, megint mulandóság, majd megint fizetsz, körbejár az egész, egy mókuskerék az egész. És mit kell csinálni? Azért, hogy mindig tudjál fizetni az élvezetekért. Dolgozni, 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 dolgozni. Érted? Van, aki könnyebben akarják ezt megoldani, és elkezdenek más rovására ügyeskedni. Mondom, más rovására ügyeskedni. Magyarul etikátlankodni elkezdenek. És hogy több pénzük legyen, hogy sűrűbben tudják megcsinálni azt a fajta mókus kereket, hogy élvezetek. Érted? De az élvezetek, azok nem a léleknek kell. Az élvezetek az egy kialakított dolog. Gondold végig az 1920-as évekig a nők nem dohányoztak.
Tehát 100 évvel ezelőttig a nők nem dohányoztak. Sehol a világon. Egyes férfiak dohányoztak, nem mindenki, nem a lakosság fele, egyes férfiak dohányoztak. De a nők nem. De egész jól elérték, hogy a nők jelentős százaléka dohányozzon, nem? Gondold végig. A dohány, azt tudjuk, hogy egy élvezeti cikk, nem? Az az. Na most, és emberek havi szinten a dohányzásra kiadnak több tízezer forintot. Érted? És azért dolgoznak annyival többet, hogy legyen dohányuk. Érted? Ugye, mert ezt is, erre is szokták mondani, hogy dohány. Csak azért mondtam. Szóval lényeg az, hogy ez csak egy példa. De gondold végig, hogy Amerikában hogy elérték azt, ahol ott kezdődött a kevés gyerek. Tehát az USA-ban kezdődött el, hogy egy családban kevés a gyerek, ezáltal az USA létszáma nem önszaporodó volt, hanem a betelepültekkel, a migránsokkal növekedett és növekszik az USA-nak a lélekszáma. Már mit tudom én lassan, nem is tudom már, hát mióta gyakorlatilag Amerika, Amerika, Észak-Amerika, Észak-Amerika, azóta nő az Észak-Amerika lakossága, mióta bevándorolnak az emberek. Érted? Tehát nem azért, mert sok a gyerek. Tehát, és mégis, tehát mennyi gyerek van? 1, 2, ritkán 3 az USA-ban, Kanadában, stb. Stb. Na most, de gondold végig, mégis a legtöbb család több száz négyzetméterben lakik. Érted? És több száz négyzetméterben. Tehát hogy felemelték az igényüket, mert ha lenne 8-10 gyerek, és azt gondolnák, hogy akkor kell 8-10 szoba, akkor még megértem. De 3 embernek minek 8-10 szoba? Minek, mit tudom én, 500 négyzetméter, vagy 1000 négyzetméter? Minek? Érted? Tehát hogy fel tudták emelni az emberek igényét arra, hogy hát neki legyen egy kacsalábon forgó palotája. Marian szokott nézni, szeret ez ilyen építkezéseket nézni. És a tévében az kifejezett ilyen építkezéseket időnként megnéz. És ugye, hogy sok ilyen amerikai műsor van, ahol Amerikában építkeznek. Vagy felújítanak például. És akkor ugye ott látni azt, hogy ott milyen igények vannak. Tehát milyen igények. És tudod, mit mondanak, mikor mondjuk jön egy olyan csapat, ami felújítja a lakást, érted? Most ingyen vagy pénzért, az most részletkérdés, mindegy. Felújítják a lakást. És tudod, mit mondanak a legtöbb? Hogy majd jönnek a barátok, és lehessen az álluk. Azért kell ekkorának lenni. És azért kell ilyennek lenni. Mit tudom én, van olyan csili-vili konyha, amit megnéznek, soha nem használják, érted? Mert rendelik a kaját. És ott van minden, ami a konyhába kell ahhoz, hogy ételt lehessen előállítani, de soha nem használják. Csak azért, hogy lehessen a barátoknak az álla. Most gondold végig, hova fölemelték az igényt, hogy az ember így működjön, hogy azért megemelte a saját igényét, hogy lehessen a barátoknak az álla. Érted? De ezt azt értsd meg, hogy például az amerikai lakosság van a világon a legnagyobb mértékben eladósodva, a legnagyobb összegekkel ők vannak eladósodva, és összességében is ők vannak eladósodva, mint ország. Érted?
Tehát magyarul maga az életszínvonal az hitelből van fenntartva. Érted? És nem csak Amerikában, hanem az egész nyugati társadalom nagy része így működik, hogy hitelből van fenntartva az életszínvonal, tehát az igényeket felemelték, és hitelből finanszírozzák az igényeket. Ugye én már 20 évvel ezelőtt olvastam olyanokat, hogy Amerikában hogy működik ez a dolog, és hogy ha valaki alkalmazottként vagy hagyományos vállalkozónként elmegy nyugdíjba, hány évig tudja tartani azt az életszínvonalat, amit élt alkalmazottként vagy vállalkozóként, érted? Tehát aktív időszakban. Tudjátok, hogy mennyi? 3 év. Tehát nyugdíj után 3 évig tudják tartani átlagosan azt az életszínvonalat, amit aktívként tartottak. Érted? És mi barom európaiak ezt a mintát követjük. Mindent átveszünk, ami amerikai, érted? Minden. A sok baromság az mind az USA-ból indul, és mi mindent átveszünk. Az USA-ba volt divat először, ezek a nagy böhöm terepjárók, érted? Nem terepjárók, mert ezek ilyen városi terepjárók, így van. És ez suvok, onnan jöttek, utána Nyugat-Európa, és meggyűrűzött hozzánk, ugye Nyugat-Európa után rögtön. Tehát, de minden, amit el tudsz képzelni, ez a sok baromság, ez mind onnan jött. Mind onnan jött. Tehát, és ez miért? Mert a 20-as évektől azon kísérleteztek az amerikaiak, hogy lehet minél inkább elérni azt, hogy az emberek minél többet vásároljanak. Érted? És folyamatosan az USA-ban azon kísérleteznek, hogy éppen a megfelelő körülmények figyelembe vételével minél többet és többet tudjanak vásárolni az emberek. Érted? Azért, mert ezzel a kényszervásárlással, most mondok példát, anyámnak az volt a szórakozása onnantól kezdve, hogy apám meghalt, hogy minden hónapban vagy 100 000 forintot elköltött. Mire? Hát jöttek ilyen ilyen vásárosok, ilyen házalók, s vásárolt. És ez onnan derült ki, hogy mindig kevés volt a pénz, és akkor most meg onnan derült ki, hogy mennyi olyan dolog volt a házban, amit ő vásárolt, érted? Amihez soha hozzá se nyúlt, azon túlmenően, hogy megvette. Érted? Tehát nem használta a megvásárolt dolgainak a nagy részét, új dolgokról volt szó, nem? Ő használta, sose vett. Soha nem is használta. Érted? Például azt csinálta, hogy mondjuk fölrakott egy asztalterítőt, ez onnantól volt, hogy apám meghalt. És ha, mit tudom én, lepecsételte, tehát pecsétes lett, akkor nem kimosta, hanem felrakott egy másikat, egy újat, érted? Most akkor gondold végig, mennyi terítőt hagyott ott nekünk. Mit tudom én, az ágynemű koszos lett, akkor nem kimosta, hanem vett egy másikat. Mit gondolsz, mennyi ágyneműt hagyott ott? Mert neki az volt a szórakozása,
Érted? Az volt az élvezet, hogy vásárol. Jó, nem azt mondom, hogy ilyenek az emberek, de valamennyire ilyenek. Hogy olyan dolgokat vásárolnak, amit nem sokszor használnak. Hát, volt neki vagy 150 pár cipője. Hát nem tudom, hány héten keresztül a kuka az megtelt, érted, a cipőivel. De sok héten keresztül. Jó, tehát lényeg az, hogy ez mit jelent? Jó, ő kapott nyugdíjat, és abból vásárolta. De aki még nem nyugdíjas, és dolgozni kell a pénzért, azt tudod micsoda? Ez egy csapda. Érted? Miért csapda? Mert gyakorlatilag egy rabszolga leszel az igényeid miatt. Egy rabszolga. Tehát ha az igényeid olyanok, akkor egyszerűen nem teheted meg azt, hogy ott hagyd azt a hülye munkahelyet, ahol elnyomást kapsz, nem teheted meg. Mert hát, ha nem kapsz jobbat. Nem teheted meg ezt, nem teheted meg azt, mert esetleg rosszabb helyzetbe kerülsz, és az igényeidet nem tudod kielégíteni. Vagy a hiteltörlesztést nem tudod fizetni. Ez egy rabszolgalét. Tehát, hogyha te nem tehetsz meg szabadon dolgokat, akkor te minimum szolga vagy, de inkább rabszolga. Érted? Na most, ha az ember az igényeit hozzáalakítja a szükségleteihez, tehát nyilván az egy szükséglet, hogy legyen rend, ne ázzon be a tető. Ez alapvető szükséglet, nem? Mit tudom én, föl tudjál venni cipőt, föl tudjál venni ruhát, ne éhezzél, ez szükséglet, érted? Tehát semmi gond nincs ezzel. Tehát az embernek van egy szükséglete, amit kielégít, de gondold végig, mi újság van az igényeddel? És most egy olyan világban világba érkeztünk, ahol elérik azt a társadalom nagy részénél, hogy az igényeit ne tudja kielégíteni. És ennek van egy terve, hogy miért akarják ezt. Tehát miért akarják csinálni. Tehát ugye két terv van, egy népességcsökkentési terv, mert az ember úgy működik, hogyha van az embernek egy felfokozott igénye, tehát magyarul megtanulta azt, hogy magas legyen az igénye, és nem tudja kielégíteni, akkor boldogtalan lesz. És a boldogtalan emberek hamar depressziósá válnak, és egy depressziós ember pedig hamar meghal. Ez a népesség csökkentés része. Elég világos volt, vagy megismételjem? A másik pedig, hogy az ember úgy működik, hogy ha nem tud tevékenykedni, akkor igazából mondjuk azt, hogy nincs miért élnie. Tehát az ember addig él, míg van miért élni. Tehát ez egy fontos dolog. Tehát addig élünk, míg van miért élni. És ha az emberektől elveszik a miértet, akkor megint csak meghal. És hogy veszik el a miértet? Hát úgy, hogy el lehet érni, hogy embereknél be lehet majd vezetni ezt az alapjövedelmet. Ezt az alapjövedelmet. Tehát munkanélküli alapjövedelem. Hát ezt én inkább munkanélküli segélynek hívnám. Csak egy, lehet, hogy egy emeltebb mértékű, ami hozzá van a minimális életszínvonalhoz alakítva. És nem időfüggvénye, hanem addig kapja, amíg él. Ennek cserébe például odaadja a tulajdonát, illetve a vagyonát az államnak.
Oké? Ez a csere. És hát az emberek már dörzsölik a markukat, hogy milyen jó lesz, mert eltart engem az állam. Aha. És utána mi lesz az értelme az életednek? Azok, akik dörzsölik a markukat. Azoknak mi lesz az értelme az életüknek? Tehát ezzel megint csak egy népességcsökkenés érhető el, illetve van egy harmadik dolog is, hogy ugye azoknak, akiknek nem elég ez az alapjövedelem, hát ugye azok meg alkalmazottként nem fogják tudni azt megvenni, amit előtte, ezért még többet kell dolgozni. Érted? Tehát az infláció azt eredményezi, hogyha ugyanazt az életszínvonalat akarod elérni, akkor még többet dolgoz. Érthető ez? És ha még többet dolgozol, akkor még inkább rabszolgásítod magadat. Érthető ez? Na most, de ezt nem kell hinni, hogy így lesz. Ez itt kopogtat az ajtónkon, érted? És ezt már tapasztalni fogjátok mondjuk ősztől. Érted? Ami azt jelenti, hogy egy óriási, tehát világszinten, a nyugati társadalma mindenhol, így fogják elérni, hogy az embereket még jobban rabszolgásítsák, mert még nem adják majd az alapjövedelmet, nehogy azt higgyétek, hogy már adják majd, még jobban rabszolgásítsák, hogy ha ugyanazt az életszínvonalat akarják élni, akkor még többet kell dolgozniuk. Ezt azok fogják túlélni, ezt az időszakot, akik meg tudják azt csinálni, hogy nagyobb mértékben növeljék a jövedelmüket, mint amilyen mértékben nő az infláció. Tehát nézegettünk olyan emberek jövedelmét itt a PPA-n belül, nem rólunk van szó most, hanem másokét, akik itt az első sorokba ülnek, nem mindenkiért néztem, egy pár emberét, csak úgy próbaként, szúró próbaként, és nézegettük azt, hogy mennyit növekedett a jövedelmük évről évre. Érted? Úgy, hogy ebből élnek. Tehát úgy, hogy ebből élnek. Érted? Azt mondja, hogy ilyen 40-50 130%-os növekedéseket láttam. Évről évre. Érted? Úgyhogy ebből élnek. Na most az azt jelenti, hogy gondold végig, hogy az hála Istennek még infláció fölött van. Hát ha már ekkora lesz az infláció, hogy 100%, akkor az már jó nagy gebasz lesz. Érted? Tehát nem tudom, hogy hol tudjátok elérni azt, hogy a jövedelmed az több legyen az éves növekedése, mint az infláció. Hát persze vannak olyanok, akik ugye nem ebből élnek, vagy hát akik ebből élnek, azoknak megnéztem, de akik nem ebből élnek, hát azoknak nyilván nem nő olyan mértékben, mert más fontosabb tevékenységük van, amire úgy gondolják, hogy az fontosabb. De most gondold végig, hogyha valaki mondjuk vállalkozó, és ugye infláció elszabadulásról beszélünk, akkor az infláció azt fogja eredményezni a vállalkozásodra, hogy több lesz a vevőd? Vagy több lesz a szolgáltatási igény? Ki van csukva? Ki van csukva? Hát ha
az infláció nő, az embereknek kevesebb lesz a pénzük. Érted? Ami annyit jelent, hogy nem lesz több vevő, hogy több legyen a pénzed. Ha emelsz árakat, akkor meg nem mennek a szolgáltatásodra. Érted? Gondold végig. Tehát gondold végig, hogy hogy tudod bebiztosítani azt a fajta jövőt, hogy te szabad maradhass. És infláció felett legyen a jövedelem növekedésed, hogy a szükségleteidet azt kielégíthesd. Ugye mit jelent még a szükséglet? Hogy az embernek gondolni kell a jövőre is. A jövő pedig azt jelenti, hogy soha nem kőbe vésett a jövő. Soha nem. A jövő az mindig képlékeny. Még a biztosnak tűnő jövő is képlékeny. Ezáltal az embernek a jövőre nézve tartalékokkal kell rendelkeznie. Tehát a szükséglet az nem elég, hogy olyan jövedelmed van, amivel a szükségletedet ki tudod elégíteni. Akkor az igényeidet inkább tedd tartalékba. Érted? Tehát a szükségletedet elégíts ki, az igényeid meg menjenek be a tartalékba, az igényeid helyett. Azért, ha ne adj Isten, beüt valami gubanc, akkor is legyen elég tartalékod a túléléshez, a szükségleteidnek a kielégítéséhez. Mert az a legnagyobb probléma, amikor az ember elkezd félni. Érted? Tehát az embernek a szükségletei ki vannak elégítve, mert van elég tartaléka, akkor nincs mitől félnie. Érted? De ha nincs elég tartalék, és gyorsan föléli a tartalékot, utána ott lesznek a félelmei, hogy jaj, mi lesz akkor, ekkor, amakkor. Érted? És a félelem az egy megállító tényező az életben. Az egy teher. Félelemmel olyan, mintha terheket raknál a saját válladra, egy csomó-csomó terhet, és avval akarnál előre haladni. Biztos, hogy nem fogsz tudni úgy előre haladni, mint teher nélkül. Sőt, lehet, hogy az a sok teher agyonnyom, érted? És nem tudsz már egy idő után egy lépéssel tenni előre, mert a terhektől nem tudsz előrébb lépni. Tehát azt kellene átlátnod, hogy egy olyan világba érkeztünk 2020-szal, amit nem lehet hagyományos megoldásokkal megoldani. A hagyományos megoldások, azok nem megoldások a 2020-tól lévő időszakra. Mi meg tudtuk azt csinálni, hogy 2010 és 2020 között, tehát 2020 éveleje között volt egy növekedésünk, az azt jelenti, hogy kiszámolod 10 év alatt. Tehát 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Az 10 év. 10 év alatt. Utána bejött a... Megnyomtam valamit? Mindegy. Bejött a Covid. Visszamegyünk. És 2021-ben ugyanannyit nőttünk, mint előtte. Nem, 2020-ban, bocsánat. 2020-ban annyit nőttünk, mint előtte 10 év alatt. Érted? Tehát annyi új tanuló lett, tehát magyarul a létszám az egy év alatt megduplázódott, az a létszám, amit előtte 10 éven keresztül értünk el. Na most azért megkérdezném, hogy hol láttatok ilyet abban az évben, érted? Máshol. Hol? Pedig akkor se voltunk már kevesen, 2019 év végén, 2020 év elején.
Érted? Akkor sem voltunk kevesen. Na most, nyilvánvaló, hogy ez azt jelenti, hogy nekünk ez az időszak, ami most van a világban, a malmunkra hajtja a vizet. Ezt most vagy kihasználod, vagy nem. Hát van egy olyan mondás, hogy a dagály az minden hajót felemel. De ha nincs hajód a vízen, akkor azt nem tudja felemelni. Érted? És a dagály az a kis hajót is felemeli, meg a nagy hajót is felemeli. Érted? De ha nincs hajód rajta, azt nem tudja felemelni. És az, hogy csak tanuló vagy, az nem fogja növelni a jövedelmedet. Az nem fog átsegíteni ezen az inflációs időszakon. Érted? Tehát ameddig más szervezéssel foglalkozó szervezetek így összezsugorodtak 2020-tól, mi meg így kitágoltunk. Érted? Tehát gondold végig. Tehát sokkal nagyobb lehetőség van az emberek szervezésében. Miért? Mert nincs más lehetőség a jövőre nézve, csak az aranykor. Ugye nem szeretnél ebben a társadalmi formában, ami most van, meghalni. Ugye nem szeretnél. Ha most tök mindegy, mennyi időt mondok, amilyen mostani társadalmi forma van, ha 10 év múlva halsz meg, akkor 10 évet se szeretnél. De ha 50 év múlva halsz meg, vagy 70 év múlva halsz meg, ilyen társadalmi formában akarod leélni az életedet, akkor te hülye vagy. És erre nem azt mondom, hogy tudatlan vagy, hanem hülye. Érted? Hát aki ilyen társadalmi formában akarja leélni az életét, az nem komplett, az egy elmebeteg. Azt tudom mondani. Nem kellene az embereknek a saját fejlődésükért tenni. Nem gondolod, hogy a boldogulás az a saját személyes fejlődésed függvénye? A te saját személyes boldogulásod az a saját személyes fejlődésedtől függ. Lehet, hogy eddig a saját boldogulásodat bőven kielégítette a jövedelmed, de a jövőben nem fogja. Világos ez? Nem kell ezt elhinni, de nagyon hamar meg fogod tapasztalni. Oké? Sokkal hamarabb, mint gondolod. És az a baj, tudod, hogy mindig hamarabb bekövetkezett az, amiről én beszéltem, mint amire jósoltam. Mindig. Tehát az emberek személyes fejlődése, azt tudod, mit jelent? Hogy az emberek elkezdenek jobbá válni. Csak mondok egy példát, bebizonyított tény. Még már akkor megfigyeltem, amikor nem is foglalkoztam, még gondolatomban sem volt a tömegek fejlesztése. Akkor megfigyeltem, hogy a vallásos emberek sokkal etikusabbak, mint a nem vallásosak. Érted? Most nem a szélsőséges vallásokra gondolok, ahol így öld meg a mit tudom én ezt, meg azt, meg a maszt. Nem ezekre gondolok.
hanem például, aki rendszeresen jár, mit tudom én, reformátusként a templomba, vagy katolikusként, vagy bármiként, sokkal etikusabbak, mint azok, akik nem. Érted? És ezt nem most figyeltem meg, hanem még a múlt században, érted? A múlt században figyeltem meg. Tehát most átlagosan mondom, nem kivételeket keresve, mert persze kivételek vannak, itt is, ott is. Tehát lehet, hogy valaki nem vallásos volt, mégis etikusabb volt, mint az, aki vallásos volt, aztán közben meg ezt-azt csinálta, érted? Etikátlanságokat. Tehát most ne így hasonlítsuk össze, hanem összességében. Tehát miért? Több dolog miatt. Egy. Van egy valahova tartozásuk. Érted? Akkor a pap nem fogja azt tanítani nekik, hogy lopj. Meg gázolják másokon. Érted? Meg a legfontosabb az, hogy a karriered érdekében gázolják embereken. Érted? Ezt soha nem fogják a tisztességes papok tanítani. Tehát, ha nem is sok, de a koszon kívül talán egy kicsit ragad rájuk valami más is. De az átlag emberekre mi ragad? Hát, a kosz az ragad, az biztos, hogy van. De, hát az átlag ember mit néz? Olyan dolgokat, ami az ő személyes fejlődését nem segíti elő. Olyan dolgokat néz. Mert ha az átlag ember olyan dolgokat nézne, ami a saját személyes fejlődését elősegíti, akkor semmi gond nincs ebben. Persze, vannak kivételek. Tehát sok ezren nézik az előadásaimat átlagemberként, és nem tanulnak itt. A díjmentes részt nézik. Tehát most gondold végig, ha a díjmentes érdekes számodra, akkor mennyire lehetne érdekes, ha nem díjmentes? Gondold végig. Tehát, ugye, itt van egy előadó, akit úgy hívnak, hogy Szedlacsik Miklós. És azt látod, hogy, mit tudom én, ilyeneket is mondok, hogy bizonyos emberek hülyék. Ez sok embernek nem tetszik. De a képzésekben is mondok ilyeneket? Érdekes, a képzésekben nem mondok ilyeneket. Nem? És ha megnézitek a stílusomat, a díjmentesben, és megnézitek a stílusomat a nem díjmentesben, hanem a fizetősben, azonos? Nem. Nem azonos. Sőt, láthattok, egy harmadik stílust is láthattatok, amikor vendégségben voltam egy másik személynél 6 órán keresztül. Legalábbis ugye 6 órán keresztül tartott az előadás. Érted? Az egy harmadik stílus volt. De miért vagyok ilyen stílusú? Mert én kenegetem a hájadat. Akkor soha nem lesz, eszedbe nem jut, hogy változz. Érted? Eszedbe se fog jutni. Mert amikor rosszul esik az, amit itt mondok a díjmentesbe, azért esik rosszul, mert talál. Oké? Okay? Mert inged, és felöltözködtél. Mert ha nem lenne inged, nem vetted volna magadra. És szerinted miért mondom? Nem lehet, hogy a te érdekedben mondom. Nem lehet, hogy azért mondom, hogy te is elkezd fejlődni. Mert azt látjuk, hogy akik fejlődnek, jobb emberekké válnak. Ha nem ez lenne az élet célja, az egyik, ha nem is egy nagy cél, csak egy kis apró, amit bárki ki tud gondolni, hogy jobbá váljak. Nem. Hát ez bárki ki tudja gondolni, hogy az életem célja az, hogy egyre jobbá váljak. Ha még nem is tud mást megfogalmazni,
Csak ezt az egy dolgot bárki meg tudja fogalmazni. Hogy egyre jobbá váljak. Vagy az a jó neked, hogy egyre rosszabbá válsz, és mit tudom én, volt egy párkapcsolatod, amelyikkel 5 évet éltél együtt, utána a következővel már csak 3 évet, az utána következővel már csak 1 évig bírjátok egymással, utána meg már összeáll se házat, csak kipróbáljátok egymást, azt ma odébb álltok. Ez a fejlődés? Hát nem azt mondta, hogy ez a fejlődés. Szóval jobbá válás útján mindenkinek el kellene indulni, mindenkinek ki kellene találni minimum ezt a célt, hogy egyre jobbá váljak. Érted? Bár lehet, hogy egyes embereknek azt is el kell magyarázni, hogy mi az, hogy jó. Vagy mi az, hogy jobbá válni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, válj jobbá, szeretlek benneteket, sziasztok! Hát, igazán köszönjük Szedlacsik Miklósnak ezt a tartalmas és igencsak szemfelnyitó előadást. Igen, meg tudjuk erősíteni azt, hogy életünk legjobb döntése volt az a nap, amikor csatlakoztunk a PPH-hoz. El nem tudjuk mondani, hogy mennyi csodálatos dolog, változás történt azóta velünk, amióta itt tanulunk, és még mennyi minden vár ránk. Többek között az is, hogy el tudtam azt érni, hogy lassan már egy éve, de azt hittem kibőröm a napot sírás nélkül, lassan már egy éve otthon tudok lenni a családommal, és nem kell munkahelyre járjak, és engem mélységesen dühít, vagy nem is tudom, amikor emberek azt mondják, hogy miért kell ezt a tudást pénzért adni, hogy miért nem ingyen lehet itt tanulni. Hát nem is tudom, hol élnek azok az emberek, hogy ha kilépsz az utcára, már az is pénzbe kerül. És olyan minimális, hát háromszoros árba kerül egy hát kenyér, meg ötszörös ára a kenyérnek. Egy itt annak a tudásnak, amit egy óra alatt kapsz. Szóval mondhatni azt, hogy ingyen kapod a tudást. És mi, amit befizetünk havonta tandíjat, és igazából már nem is fizetjük, mert már nagyon annyiba fizetjük. De viszont nem is tudom, még nem is számoltuk ki, hogy a tandíjunk hányszorosát vesszük ki minden hónapban, és abból élünk már. És tudjátok, milyen csodálatos érzés az, mikor egy év után, még a mai napig mondják azt a gyerekek, hogy anya, olyan jó, hogy nem jársz már munkahelyre. És ezt az érzést nem lehet megfizetni. Csak egy a sok közül. Köszönöm szépen. Én is örülök neki egyébként, hogy ott hol van. Tehát... Azóta sokkal jobb a kapcsolatunk, mióta nem jár munkahelyre. Nem hozza az elnyomást a munkahelyről. És a gyerekekkel is ott tud lenni, otthon tud lenni, és sokkal többet tud a gyerekekkel is foglalkozni. Ugye van 2 kisgyerekünk, 8 éves, meg egy most már ugye 6 éves lesz. Úgyhogy a családi béke, harmónia és a gyerekek szempontjából is óriási dolog az, hogyha ha egy családanya otthon tud lenni, és nem teszi ki magát, meg a férjét az elnyomásnak. Annyit szeretnék mondani, hogy arról pedig nem is beszélve, hogy ez egy olyan csodálatos hivatás, amit mi végzünk nap mint nap, hogy ilyen a világon nincs még egy.
és nagyon boldog vagyok, hogy azt csinálom, amit szeretek. És ugye azt javasoljuk mindenkinek, aki még nem tanuló, de nézi mondjuk az előadásokat, hogy ha szeretnél minden területen biztonságba kerülni, akkor itt a helyed. És kezd el, és utána meg ne hagyd abba. Tehát az is nagyon fontos, hogy kezd el, és utána ne hagyd abba. Megtapasztaltuk, 5,5 éve itt vagyunk, személyesen ismerjük lassan 5 éve Szedlacsik Miklós mesterkócsot, és hogyha valaki megismeri, veszi a fáradtságot, hogy megismeri, tehát ebben az előadásban ugye minden benne volt, tehát ehhez nem lehet semmit hozzátenni. Én javaslom egyébként nektek, hogy ezt az előadást küldjétek el az embereknek. Szó szerint. Ebben minden, elejétől végéig minden benne volt, ez az egyik legjobb előadása volt a mesterünknek, amit én hallottam, valaha hallottam tőle, az egyik legjobb előadása volt. És aki ezt végig hallgatja, és még ennek ellenére nem akar közénk jönni, azt hagyni kell. De én tudom, hogy sok embernek viszont fel fog nyílni a szeme, és akar ide közénk jönni, és meg tudjuk erősíteni, hogy az elmúlt években ugye ez már lassan a legnagyobb terem, amiben vagyunk, és nem túl sok hely hiányzik, és majdnem megtöltöttük ezt a nagy termet, úgyhogy hol kezdtük? 2 éve? 2-3 éve? Tehát egy mini, kis pici terembe kezdtük ehhez képest, tehát nagyon sok ember vágyik arra, hogy fejlődjön és a tudásra, szomjazzák az emberek a tudást, szomjazzák az emberek ezt a közösséget, ami itt van, és nincs más alternatíva, ezt garantáltan tudom mondani, hogy nincs más alternatíva, bárki már bármivel gondolkodhat, de nincs más alternatívája az embereknek, csak ez a közösség és a PPA Nyílt Akadémia szervezet. A Nyílt Akadémia ugye a tudást adja nektek, neked, a PPH pedig tudja neked adni ezt a csodálatos szeretett közösséget, ami itt van, ez teljesen páratlan, és tudja neked adni azt, hogy meg tudj élni, hogy be tud a jövődet biztosítani ebben a helyzetben. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Ha úgy látod, hogy érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és várunk szeretettel közénk. A következő szeminárium szeptember 11-én vasárnap lesz itt a Lourdi házban. A heti webeladások szerdán 18 órakor, vasárnap pedig délután 16:30-kor kezdődnek. Szemináriumot követően PPA klubot tartunk 8 óráig, ahol lehet kérdezni. Megkérlek benneteket, hogy a kitűzőket a teremből kifele majd adjátok le, és lenne itt egy közleményünk, elmondod? Igen, valaki itt elől az asztalunkon hagyott egy telefont. Jó, megvan a gazdája, itt lesz. Oké, megvan. Nagyon szépen köszönjük ezt a csodálatos napot. Még mielőtt kimennétek, elnézést, alakítunk egy kört, megfogjuk egymás kezét, és ugye a bal tenyér felfelé néz, jobb tenyér lefelé néz, és áramoltatjuk majd az energiákat. Nagyon fontos, hogy a végén nem szabad tapsolni. Szóval még egyszer nagyon szeretnénk megköszönni Szedlacsik Miklós mesterkócsnak. Hálásan köszönjük, hogy a mai nap házigazdái lehettünk, és hálásan köszönjük azt, hogy van nekünk. A kedves feleségével, családjával és az egész csodálatos PPH közösséggel együtt. Jó utat kívánunk hazafelé mindenkinek, és mindenkinek nagyon minden jót kívánunk, mindenki. És szeretünk benneteket. És még egy mondat, akkor is megcsináljuk az aranykort. Így van.